Anime. Text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. Mm-mm.
Tesó. Ez ilyen magic? Jó, látod, varázslat. Várj, valamit tálítok még. Van csak nyugodtan. Jaj, tesó, milyen. Jó, van, most mit csináltam? Na, menjünk már, nagyon meg vagyunk csúszva. Na, menjünk, menjünk. Írtam ezeknek, de nem válaszoltak. Városban vannak? Gyertem. Városban vannak. Oké. Dárcsöten írtam nekik, aztán nem írtak meg vissza. Jó. Majd te soháljunk már meg, majd tartja volt már, vagy valami, mert... Rekvajja, még telefonom sem. Elhagytam. Jó. Oké. Tesó! Jaj! Változott itt a sziget domborzata, még nem voltunk. Az kifis... A tönkre vágsz el teljesen, hallod? Nem lehet ez bírni. Tesó, figyelj már, álljál már meg, aztán a hangoddal valamit műveljél már. Most jó? Nem jó. Most se. Még egyszer? Mondom, most sem. Nem. Hát, akkor itt valami nagy baj van. Kocok lehet, hogy streamésen. Most lesz az igazi, nem? Ez az, tesó. Ugye? Jó lesz, jó. Na. Streambe is tesó. Ilyenek kell lenni a hangnak, mert... Hát na, kikapcsolom a... Igen. Itt vagyok, mondj. Hallasz, tesó, hallasz? Tesó, hallasz? Hallasz? Én hallok, te hallasz? Igen. Na, jó van. Jó hangom most már, jó?
Igen, igen, most már fasza. Jött akkor be... Ja, nincs fel. Nem suttogsz, te soha véletlenül? Nem, kiabálok. Hoppári hopp. Válaszoltak van, te sok. Ha nincs nálam kaja, muszáj voltam ezt tenni. Jaj, válaszoltak, megyünk a Szendire. Jó, menjünk, oké. Hol beszélted meg? Szendi Reptér? Igen. Oké. De kocsival megyünk oda. Jó, akkor gondoltam. Ott nem szállok le ilyen repülőre. Persze, jó van. Állunk egy boltba majd. Jaj, az mindenféleképpen. Ez a beszéd. Ez az. Kösszünk. Végre visszatértünk a városba. Úgy hát. Rég voltunk már itt. Jaj. Na, az milyen volt a nyaralás? Hosszú. Hát ez a jó. Majdnem azt hittem, hogy lesz feleségem. Aztán nem lett. Hál' Isten. Na. Hát, jött volna ide dolgozni hozzánk. Na, az mi történt, hogy mégse? Hogy mi van? Na, van gyereke. Kinek kell gyereke? Jó, hát... Ilyen munka mellett nem írek rá. Hát, veszélyes. Persze. Elrabolják a gyereket, meg minden. Egyetleg, hogy valami történhet. Hát meg akkor több felemegy a izé. A
óvadék. És hogy hívják ezt ott. El kell osztani az összeget. Több fele megy az összeg. Ja, hát az meg a másik. Ott egy bót. Meg menjünk, két Sandybe vegyünk. Ja, menjünk, még most jó vagyok, menjünk. Változtak a városba dolgok, úgy hallottam. Meg a bidejártermünk is nyitva végre, minden. Rengőséget átadtam, képzeld el. Ja, tényleg, mesélj már, átadtad. Hát, furcsa nekem az a vezető gyanakodott. Tényleg? Figyelnünk kell hajra. Attól függetlenül, hogy gyakorlunk a jóba volt, úgy válaszolt a dolgokra, mintha nem lenne jóba, vagy nem voltak jóba. Aha, hát figyelj. Szóval, gyanús a dolog. Jó van, hát figyelj, figyelünk rá. Mondjuk én még nem találkoztam vele, de figyelni kell rá, mert legyen probléma. Persze. Az se jó, hogyha ránk szállnak, itt érted. Hát ez a legrosszabb. Megmondom őszintén, nem szívesen ölök rendőrt, érted, de ha muszáj, akkor muszáj. Ja, hát eddig miért nem került a kezünkhez? Megcsináltatok hát, másra. Hát igen, de hát na. Meg valami új társaság került ide a városba. Új társaság? Igen? Aha, elég nagy fővel rendelkeznek, és a hallottam dolog, hogy fegyverekkel foglalkoznak, akarnak foglalkozni bent a városon belül. Aha. Hát amint beköltöttük teljes mértékbe, fel kell mondjuk keresni, mert mégiscsak milyen fegyvert, ilyenek. Hát figyelj, tesszük, akkor fölkel őket. Persze. Fölkel őket keresni, aztán hát, valami jó bizniszt tudunk. Ja, meg azért jó lenne, hogy akkor adunk mi is nekik fegyvert, és azt is a passzolgassák elfele. Persze. Pénz az mindig jól jön. A pénzből sose elég. Abba soha. Valóda pont lesz egy bolt, hogy beugrunk oda. Jó, van. Jó. Ah, itt van valami. Jó. Én már tesó, van nád egy kis lóvé. Lóvé? Ó, hát, van. Nincs rám a pénztárcán, baszki. Nem egy kis... Mindig én pénzre jövök. Hát na, na. Mit csinál azt? Nem tudom. Az igen, milyen belső van ennek az épületnek? Az igen, nézd meg, szépen fel van mosva, csilli-villi. Nagyon jó lett, nagyon szép. Veszek valami kajcsit. Van itt valami újfajta energiátorak, nézd meg, kanabiszos energiátor. Várjál, igen, várjál már, hogy vegyek majd. Hullad, nem. Basztál már ilyet. Szeged 10 sajtburger, olyan burgert, bazen olyan ilyesülök, mint a dög. Kanabiszos energiátor, mi? Pöcsön. Kanabiszos energiátor. Várjál már, vegyek majd telefon. Tök gyöngyök hozzá ki van rakva, de mikor lehet kapható, mikor lesz kapható, majd utána nézünk. Hány nézem csak, hol van? Itt, kanabiszos. Nyitunk kéne egy boltot, te. Kéne egy boltot? Igen, ezeket a termékeket megvenni és nyitni egy boltot. Jó, hát én talán nyithatunk. A városon belül, majd utána kérdezünk. Jó. Lassan a polgármesterre is találkozunk kéne. Hát kéne, tehát komolyan. Tehát figyelj, beszélünk rossz, nyitunk egy bolt. Pont feljel, vagy megkérdezünk, hogy tudják-e az izé polgármestert. Baszott ajtók. Remélem nem kell rájuk várni. Hát remélem. Hát mondjuk terepjáróval vagyunk, nem is tudom, hogy miért itt meg egy gyorsan találjuk. Hát itt most én nem fogok várakozni, hát itt van a földünk. Itt menj már, itt jó, az a beszédes vélem, nem jött neki el. Lekimélyed, meg veszünk másikat. Jaj, tudod azért... Engem azért kimélyé, hallod? Jó. Menj már. Nem baj, itt bírja. Ó, remélem van nála szerelő készlet, hogy valami. Rá kell nézni a motorra. Hát kihívunk egy szerelőt, mit szólsz? Jó, hívjunk. Ide a Sandy az. Jó. Milyen? Azt a kurva! Kavics volt. Azt a bety... Milyen kavics? Kavics. Azért...
Az egy zsalukő volt, baszk! Mi egy... Ha. Ha nem kell várni. Ó. Ó, 6 óra. Nem, velük van? Jó. Akkor jó van. Á, rendben, rendben. Na jó napokat, jó napokat. Itt szerelőt hívnánk ide addig. Az elmúlt két hétben, hát nagyon eltűntek. Hát testvérem az nyarolt, meg... Ja, értem. Meg hát kapcsolatokat építettünk itt folyam. Jó napot. Jó napot kívánok, uraim. Jó napot. Jó napot. Tudnak valami jó szerelő embereket? Mert meg kéne fixálgatni ezt a ízét. Nem találok telefonszámot, hogy milyen szerelő. Hát ez az elég sok, hogy a két az afixálna ideálni. Hát ez kikövette el ezt a balesetet ezzel a kocsival. Hát itt mellettem balra. Ő vezetett végig. És oda, hazudjál már. Még kell hazudni. Nem fogod. Mi ez? Csak ide? Akkor szerelik önök? Akkor nem küldök. Ah, semmi jelet. Mindjárt ember rakjuk itt ezt a mennyiségüket. Alkatrészt nem nagyon tudunk cserélni, de itt ezt a pár kilazult. Ó, értem, értem. Ez mennyibe fog fájni nekünk? 1-2 millió? Körülbelül. Hát, tesó. Fel kell őket venni szerelőnek. Hát 1-2 millió semmi. Hát, hogy... Mosás vállalnak? Nem pezó. Dollár. Nem, pezó, dollár, dollár lesz, nem pezó, csak szóra. Gyorsan megsikáljuk itt egy... Mondjuk ez nagyon ocsmány, ez nem tudom, ki követte el ezt a terep gumi felszerelést, de hát... Hallgatom, urak, hogy milyen helyzet. Sok a meló, az a lényeg. Sok a meló, ha még önök is azt mondják, hogy sok a meló, akkor mit szóljunk mi közemben? Hát, nem tudom, nem tudom. Jó van, térjünk a tárgyra. Na, térjünk. Sikerült, sikerült valami bizniszt alkotni? Sikerült valami, én hoztam. Ügy, nagyon szuk. Megoldódik a problémája, elnézést a törődműség üzenetemet, elnézést. Telefonálgat. Ne soha ne telefonálgassál, megy te üzlet közbe. Tesó. Na. Ebben a városban. Elég furcsa szerelők vannak. Felhívott, hogy én hívtam a szerelőt, mondom, igen, de töröltem az üzenetet, mert téves hívás, vagy téves üzenet volt, megoldódott a probléma. És azt mondta, hogy nincs mit. Na, jó, ilyen kedves hát, szerelők vannak. Legalább kedves, mit akar. Kedves. Mutatták neki egy kis pénzt is. Na, há, szépen vagyunk. Na, jó van. Számot kérhetek valami, offshore számot, számot, amire át tudom utalni. 70. Póni, mondasz egy összeget? 285. Dollár vagy ezer? Millió. Ezer és dollár, igen. Ah, 285 ezer. Ezt úgy kaptuk meg, hogy ebből már levonták az olyan összegüket, nem? Így van, szabad, ez szabad az tudni, hogy mennyi volt a teljes összeg. Póli? Tessék. Mennyi volt a teljes összeg? Megkérdezték az urak, hogy szabad tudni, hogy mennyi volt a teljes összeg. Az a fegyver kell a kezébe? Hát, az ilyen idomító. Idomító? Hát, ez ilyen. Hát, én sokkal nyugodtan vagyok, hogyha mondjuk nincs tárgyalás közben fegyver osztal. Elrakom, elrakom, elrakom. Köszönöm szépen. Ennyi volt a teljes összeg, Póli? 475. 475. Ó, az no. Szép szám, szép az, szám, szép szám. Az nagyon jó, az nagyon jó. Testvérem, jól van. Jó, máma lesz zsíros kény. Ma már steaket is tudnak, látják? Na, nem kell zsírosra eltenni, te sok. A következő szájt már megérkezett? Mert igazából múlt hétre ígérték. Igen, igen, megérkezett. Ha gondolják, egy úttal önök el tudják hozni, mert intéztem önöknek egy helikoptert. Megoldjuk, megoldjuk. Ide valahova. Itt van bent a hangárban. Van bent a hangárban egy helikopter? Én nem láttam, de biztos. Lehet le volt fóliázva. De itt valahol ide dobtam le valahova a kulcsot. Itt hagytam, szóval valószínűleg nem ütték el. Mondjuk jobb lett volna, ha mondjuk fölviszi a toronyba, és akkor biztos, hogy megtaláljuk, mint hogy itt eldobja a sivatagba, de jó, jó, legyen a fény. Mindegy, majd valami fémdetektor, amit ugye megkeresem. Igen, ja, hova kell menjünk? Hát vagytok, négyen megtaláljátok. Ugyanúgy a szigetre, de ne kint a reptérre jöjjenek, ugye helikopterrel vannak, akkor jöjjenek be nyugodtan a ház elé.
Jó, most tudunk indulni, mert eléggé szűkös itt a határ. Persze, induljunk. Az embereknek kellene felcsánk szólni. Jó, akkor ott kint találkozunk? Igen. Jó, akkor ott kint találkozunk. Jó. Ott találkozunk. Tesó, tépjünk gyorsan. Tépjünk. Mit lassul le ez a terepjáró? Mit? Új, és akkor kavics. Csak itt a Duna kavics, hallod? Gyökön. Jó, hogy terepjáróval jöttünk. Ezt éreztem, ezt. Hát ezt én is megéreztem. Fáj, drakom, ezt már az ülés meg... Ne. Jaj, te soha komolyan. Ők előbb kifognak ilyen... Visszáll. Ja, na, meg jó, hogy van benne ilyen hidrólika. Jaj. Nyomócsap ágyak, elindultak. Hopp. 285 000, az nagyon jó helyet. Ja, nem rossz. És amennyit be is kaszáltak, az is jó. Figyelj, ez így hetente bejönne ennyi, az úgy teljesen... Ja, nem két tök, hetente. Hát, igen. Á, én sem megyek már nyaralni most nálba, szóval... Már csak a munka. Majd meg kéne keresni a nővérünket. Húgunk. Azért mondom, nekünk húgunk van, nem nővérünk. Ja. Hát figyelj, megkeresünk. Rá kell állítani valakit, valami nyomozót, nem tudom, föl kéne bérelni. Aztán keresse már meg. Ja. Júj. Így is jó. Sietünk meg, ők fognak kijönni elő. Azért meg az gáz lenne, hogyha nem érünk ki. Hát, jó, hát egy kicsit várnak, akkor legfeljebb. Jaj. Aztán körbenézünk, mit az új dolgok a városban. Jó. Hát ott találkozunk az ember, aki az akkóból volt, az érdekelne. Hogy hova való. Igen, kicsit érdekes volt. Jól láttam, hogy még maszk is volt rajta. De keres, azt el kell vele beszélgetni. Helyezünk. Menjünk. Azt a... Létmentes. Nem fordul akkora. Elfér az, nem? Várjam, hogy tudja ír a felszállva. Hát akkor itt oldalasan szállunk fel sajnos.
Dodd! Tesó! Bassza meg! Ha mi van? Nem volt rajta fék? Vagy mi van? Nyomtam! Volt kicsőzött velem, tuti levet. Jövök. Ez nem normális. Ajja, na, mehetünk. Érkeztek még meg. Na basz meg! Köszönöm, hogy még meg. Hát rég ki kellett érni. Hát csak megjönnek mindjárt. Figyelj már, tesó! Csináld, segíts már, hogy ne legyek vak. Hagyj majd szemünk. Ne legyél vak. Jaj. Üsselek meg. Nem. Nem látom a garázst. Áh. Most már látod. Jó. Szóval, volt valami? Szóval. Pakuljunk be. Jó. Ennyit adjunk neki. Mennyit adtunk legutóbb? 5 tár, 5 szupresszor. Hát figyelj már. Majd megmondják, hogy mennyit visznek, nem vagy nem. És 10 fegyver. 10 fegyver pisztoly kell. Thank you.
Jó, 20 darab drog, 20 darab szupresszor és okay. 9 darab lőszer, és akkor hány fegyver van benne? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ezzel 9 kell még egy. Akkor az berakom én. Jajajaj. Kell szállítást hozni még be. A drog is fogyóban van. Hogy adjuk oda azt az összes drogot, ami most van bent a raktárba? Annyi van még a raktárba. Nézd meg! Hát adjuk, adjuk! 5 darab van. Hozzábaszok meg 2 lőszert. Várjál. Ja, jó. Szóval, van opium 25 darab, szupresszor 20 darab, őszer 11 darab, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab, 1000. Álljunk ki. Na, király. Hol vannak már ezek amúgy? Nem tudom. Ne menj el, mert azt mondtuk, hogy ide szálljanak majd. De ide. Leállj meg itt valahol, csak jönnek. Hát... Csak megtalálták a kulcsot, nem? Hát remélhetőleg csak. Hagyjunk egy kávét ad. Jó. Csékot. Egyes kávé. Te egy túl mi szállta. Jaj, te egy túl. Ah, jó. Várj, mindjárt egy másodperc. Azt ki, majd venni kéne egy cigit. Ugye jövök tesó. Na jó, oké. Az meg a
Kurva madarak, bazd meg! No. Az... Ami a helyzet? Hát, megbújja. Fogom észre fázni, mi? Hát ilyen kopja. Szép ez a... Halott a fának. Hehehehe
Van máze. Tudom, nem haladnak, nem haladnak. Ha, valamit már látok. Ott jön valami. Ó, nagyon lefele megy. Ó, visszatért. Az igen. Legközelebb szeretném javasolni, hogy a helikoptert ne egy fedett hangárba tárolják. Kicsit macerás volt vele kiállni. Tudja. De meg vagyunk. Úgy látszik, elfelejtették, akik megszóltunk. Nem, most semmi gond. Mert jó repülőgépe szépen ki lehet gurulni, tehát ugye a helikopterre föl kell emelkedni, és pont a rotor az belér a tetőbe. Igen. Ja, na úgyhogy megérkeztünk. Nagy nehezen. Egy társunk kórházban van, de... Jó, akkor... Semmi különös. Felszállás után ötöd lesz. Igen, odaállok mindjárt. Átpakolunk akkor abba, jó. Kicsit több terméket adunk most. Mindjárt testvérem elmondja, hogy miből mennyi van. Kiveszem. Nem szállok. Na. Jó van, uram, csomagtartóval megtalálják a zárut. Picivel kapnak ugyanúgy. Ezért ugyanúgy 10-et kapnak, jó. Opiumból 25-öt. Van bent szupresszor, 20 darab. Szuper. Először tegyétek le a fegyvert a kezetekbe, hogy nem pürüljön ki a tár. Sok kevés helyen van. Két darab lőszert lehet felszedni egyszerre. A tárdobozok az a baj nagyon nehezek, de mégis csak 251 tár. Az opiumot is? Igen. Az 5 darab fér egy csomagban, 5 darab van. A
Jó, sikerült. Elvileg minden át lett pakolva. Rendben. Jó van, ura. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, aztán jövő héten, úgy gondolom, így találkozunk. Jó, rendben. Nem tudom, most van valami változás most a városban, esetleg tudnak valami új családról, vagy olyan családról, aki elköltözött? Elköltözésről nem tudunk, új családról mi tudunk, de még nem költöztek teljesen be, ez egy több mint 20 fős család lesz, amit hallottunk így a dolgokról. És fegyverkereskedéssel fognak foglalkozni, szóval mindenképpen a fegyverkereskedés. Legális fegyverkereskedéssel? Nem. Tudtunk szerint egy fegyvert ők tudnak kraftolni, vagy tudnak majd valamikor kraftolni, vagy szeretnének kraftolni, nem tudjuk még pontosan. Annyit tudunk, hogy valamilyen pisztolyt akarnak eladni, és azért fel kéne őket keresni majd mindenki. Akár így csapatosan. Rájuk nézünk, mert városban azért a fegyverkereskedést azt mi szeretnénk uralni, úgyhogy majd rájuk nézünk akkor. Rendben, mindenki. Jó, rendben, oké, köszönöm szépen. Jó van, Arany. Köszönjük. További szép napot kívánok, viszlát. Viszlát. Tesszú, mi van, menjünk be a városba? Ó, menjünk. Ó, helikopterre jöttünk. Hát az igen. Felkeressük az ingatlanost azért a kis helyért, tudom, amit mondtál. Most van pénzünk. Milyen helyért esetem, annyi itt, mindent beszélt. Ja, keressük. Ja, mondjuk aztán nagyon rossz megvenni egy... Kiírsz a Twitterre? Persze. Beszállítanánk. Főpublik. Jó. Érted, beszállítanánk ide, és akkor innen csak neki kéne helikopterre átvinni. Az adott anyagot ide csak leszállítjuk, és akkor nem kell kijönni a szigetre neki. Elég az autó. Annyi, hogy mi meg támogatjuk őket autókkal. De várjál már, tesó, hát megvan a száma, nem? De nincs. Nincs meg sajnos. Vagy lehet, majd ránézek, amit leszálltunk, jó? Jó. Úgy emlékszem, a múltban megadta, nem? Fogd egy kicsit a kolványt. Jó, fogom. Itt van. Akkor leszállunk a kocsirot, kérlek, akkor. Ráidok még most. Meg kéne kérdezni, nem-e tudna valami jó házat, és akkor egy kicsit néha beköltözni ide, városba. Hát, tesó, én ezt mondtam neked a múltból, hogy nézhetünk valami jó pecoldot, valamit, tényleg valami jót. Érted azért, akkor... Jó. Néha azért aludhatnánk itt a városba.
kérdezzük meg, hát ha tud valami jót. Jó. Figyeld, akkor ma itt is aludnánk. Van most pénzünk, figyelj, elmondom, mennyit kap van a számlánkunk most. Na. Vettem fel könyvelőt, és 937 ezer dollár. Az jó. Figyelj, legutóbb elköltöttünk 1 milliót most meg, azért nem rossz. Na, akkor menjünk aztán. Írtál neki? Várjál. De ha visszaírt, akkor menjünk írtam oda a neki, hogy főpubba tala. Hát de miért nem megyünk a helyszínre, azt jön oda? Mert hogy most én elküldöm neki, attól függetlenül szerintem kezdjük a házzal is, aztán jöjjünk ide. Jó, mondjuk az is. Mert gazdag negyedbe kéne nekünk házat venni, és ezt közelebb van, érted. Na jó, van, oké, legyen úgy. Mennyi, mert nem haladnak itt. Valami sportautót kéne magunknak venni már. Ha vegyünk valami. Az lesz, figyelj. Megveszünk a kettőt, ezt a területet lezároltassuk. Veszünk magunknak egy autót, vagy egy házat, aztán vegyünk valami sportautót. Jó van. Amit ott tudunk árulni. Jaj, meg ez az. Jó. Én egy Jan Giovannon gondolkoztam, nézegettem azokat. Itt a fekete BMW elő. Gunne. Szép napot, uram! Egyisztem. Szép napot, uram! Önne találkoztunk itt a Sandy-be. Mit csinál? Boltnál. Sandy! Na, velem biztos van. Na, van téved. Tiszteletem. Tisztelet. Ővel is találkoztunk? Mivel segíthetünk? Szép napot, Sandy Shorts. Ma találkoztunk egy fekete BMW-s az akós úriemberrel. Boltba. Tiszteletem, uraim! Tiszteletem, uram! Szerintem jól van? Itt is vagyok, keresett az öccse. Úgyhogy... Igen. Majd jöttem is ide. Elég, kicsit menjünk arrébb, mondom azt. Ja, menjünk kicsit arrébb, kérem. Érdeklődnék, hogy várjuk, amit csinálok. Az a BMW. Na, arról lenne szó, hogy testvéremmel beszélgettünk, úgy döntöttünk, hogy vennénk itt van a gazdagnegyedben valami jó házat. Oké. Okay. Tudnál nekünk ebbe segíteni? Hogy a viharban ne? Szuper. Oké, akkor nem tudom, körbenézhetni. Mik a lehetőség? Természetesen. Szuper. Figye, akkor az öccse befejezi a diskurzust az úriemberről, aztán akkor megoldja. Jó, oké, rendben. Na, érdeklődnék, hogy mégiscsak milyen üzletek mennek itt a városban, gondolom minket ismernek, vagy hallottak rólunk már. Bátyám van egy rólam. Tesó, mi van, nem értenek? Én nem tudom, tesó, fogalmam. Mit beszélt az ingatlanosa? Figyelj, mondtam, minket? Persze, csak éppen téged várunk azt. Jó, mert én várom ezt az úriembert, hogy válaszoljon. Azt mondta, üzletökbe mennek, csak üzletökbe. Na, igen? Na. Várjanak valami gondjákat itt az úriembernek a hangszálaival, félre nyelt, vagy nem tudom, meg vele. Itt lesznek a főpublikban, van egy kis elintézni valamit. Egy olyan 15 perc múlva találkoznánk itt, beszélnénk. Megoldható. Rendben, köszönjük. Na, akkor nem csak erőt arra jövünk. Szép napot. Na, a tesóat!
Az igen. Mehetünk? Most azzal megyünk, vagy most mi van? Hát, most itt hagyjam? Hát, nem egyszerű benne az ingatlanossal? Jó, akkor adjuk itt. Az igen. Az kocsi. Ha mehetünk azzal is. Én ülök előre. Hát jó, hülyek. Nem beszél, megnémül. Na, na, akkor egy nagyon szép házat szeretnének az urak, valahol a hozzá egy környékben. Rendben. Van, már megyünk is. Puccosak. Puccosak, jó. Mennyire legyen puccos, nagyon? Nagyon, nagyon, amennyire csak lehet. Legjobban, legjobban. Amennyire csak lehet. Hát megveszünk a nagy bankot, viccok. Jó kis kecónak. Kecónak annyira nem jó. Alszunk a pénzem. Körbefűteni. Á, mondjuk igaz, igaz. Főleg két emberre. Az egész fel. Á, nem. Hát minden este bulit kell csapni, és akkor beleállik. Jaj, jaj. Mi lenne már nagybankból izé? Kemény szájtok lennének. Diszkót csinálunk a nagybankból. Jaj, jó. Felépővel minden este. Tesó, az se lenne rossz. Ja, van egy unikorn. Oh. Oh, igen. Majd azzal is foglalkozom. Á, meg nézzük, mennyire szerencsének flancolni az urak a házzal. Á, nagyon, nagyon. Oké. Szóljanak, hogy tetszik valamelyik így hirtelen ránézésre, és megoldjuk, hogy... Azon gondolkodom, az egész gazonét meg kéne venni, nem? Hát lehet, ez kéne, de egyelőre nem. Ott szembe fent teljesen. Ez az épület. Az obszervatórium? Nem, itt menjen még, menjen még. Lehet ezt láttam itt pont balra, ami itt van szembe velünk. Ez fehér. Őt itt fönt, igen. Igen, ez milyen? Szép. Hát ezt láttam. Milyen az udvarja? Itt van valaki? Bány, itt van valaki. Teladó. Ítesó. Hát itt többszintes ház. Szép nagy medencékkel. Jó, hát... Fitness, kondi, mi egymás? Nem ró. Jöjjön már, innen, nem ugrok. Az a baj, én sem bírtam levenni a ruhámat, nagyon begomboltam az a baj. A fenét úgyis megszáradok. Na! Jaj, tesó, ez a kilátás, hallod? Ó, tesó, ez nagyon jó. Ó, ez nagyon tetszik. Ennél nincs fentebbi ház. Ez a legmagasabb tetején. Ez van a legmagasabban, igen. Ó, hát itt olyan kilátás van, figyeld. Az mi az az épület? Laki él? Igen, ott lakik valaki. Egy kedves szomszéd. Á. Asszem. Szomszéd, oké, nem. A koponyát kéne megtalálni. Hát nem ártam egyébként. Ha, vicces lenne, hogy lenne a szomszédunk. Ha! Figyelj, majd bekapogunk, azt megmondjuk, hogy elfogyott a kávé, adjon már. Ja, kiderítsd ki a szomszéd. Majd egy olyan 20 perc. Hát figyelj, tesó, szerintem ez jó lesz. Mennyi ennek az ára? 185. 185. Uram, atyám. Ilyen olcsó. Hát igen, most ez így... Le vannak csúszva a városba az életről az emberek. Hát ezt senki nem mondta. Igazából ez egy régóta árult ingatlan, és igazából 1 millióról ment le. Az igen. Csak a tulajdonosa inkább csak el akarja adni. Á, értem. Itt ami a 6-7 számot tudna mondani? A 62-es végül száma. 62-es, oké. És... 180? É, 185. Borra volt is adja neki tök. Akkor 190. Így át is ment el, igen. Ó, nagyon szépen, köszönöm. Rendben, szerintem... mikor tudunk beköltözni majd?
Minden után? 2 perc. Ó. Hoztam kulcsokat, úgyhogy igazából. Hát akkor tökéletes, tökéletes. Pár perc türelme. Rendben. Rendben. Tesó, kéne valamikor egy házavat út nyomatni itt. Oh, jó, nagy buli. Hát, ha eljönne egy csomó ilyen üzletember. Oh, akik vannak főpudiba, azokat jó. Meg kell hívni majd. Jó, ide, kéne vagy valami DJ, meg ide egy DJ hangfalakkal legyen jó baszós buli. Jó, én benne vagyok. Jó van, oké. Sütöketni meg ilyenek. Figyeld. Nézzük, van külső konyha. Na, jó, nézzük fel hátra. Tessék itt oda is, adom önnek. A többi kulcsot leraktam bent, úgyhogy azt ott tudja majd rendben. A rendben, jó, is nézzünk. Köszönjük. Gyors. Nyugodt. Aztán mindjárt jövünk egy másodperc. Valami? Mindjárt kapja a kulcsot a testvéretől. A minden igaz. Adtam kulcsot. Ah, köszönöm, gyere, nézzünk már be. Másik belsőt kérni rá. Megcsináltatni, hogy... meg kéne majd csináltatni, hogy egy kicsit puccosabb legyen a ház. Hát azt fel kell újítatni, testet azért. Azért mondom, hogy mondom az izé ingatlanosnak, hogy menjen fel újítás, azt intézze ő. Mi? Jó? Jó. Na menjünk ki, aztán haladjunk. Csönd legyen már! Rendben, itt vagyunk. A garázs a számunkra nem szükséges. Vagy azt akár meg tudja vonni. Lehet ugye... Meg egy másik belsőt, mennyire lenne felújítás majd? Attól függ, miért szeretnének? Kicsit puccosabb belső. Helyett, hogy mire gondolod? A viharban-e. Megoldjuk. Nem kell most, csak... Jó. Szerintem egy 35-ben meg tudom oldani önöknek. Jó, rendben, majd azt is átutalom akkor a következő... Jó, van, ráér majd akkor, hogyha megvan, mert még meg kell beszélnem a kivitelezővel. Pontosan mennyibe kerülnének, de olyan 35 körül szoktak ki elsőt meg kialakítani. Mm-hmm. Mert hogy átalakítani készet. Rendben. Másik területünk, azt mondtad tesó neki? Még nem mondtam. Már erre is van az. Itt. Azt hiszem itt. Azt hiszem észet itt. Itt. Be is jelöltem a GPS-nek. Oké, úton vagyunk. Olyan. Tesó, írj ki, a Twittert használ már egy kicsit legalább tanuljad, hogy főpublikban olyan 15 perc múlva visszamegyünk a zapós emberekkel beszélni. Próbáld a hamis Twittert, az jobb erre. Ezen a környékén mire lenne szükség az uraknak? Magára arra területre, az egész területre. Oké. Nem tudom, valószínű ez lesz, de kapuja van elvileg, ezt néztük. Gondolom ez lesz az, aminek kapuja van. De nem vagyok 1000%-ban benne, hogy ez az a terület. Vagy hogy ez nem az. Hát ez nem az. Szerintem nem az egyáltalán nem. A kapus épület a másik.
az amit jelöltem, ha az úgy megfelel. Nem nézzük. Azon van kapu, ahhoz most van kulcsom, a másik épülő, a másik oldalon sajnos nincsen olyan jelöleg. Ó, itt is van mit felújítani. Hát mondjuk ez nem hozzánk tartozik pont. Ez egy régi hajódok, vagy jár. Igen, ez az hajójavító. Tesó, ez az az épület, hello. Igen, ez az. Igen, a hajógyár. Vagy gyár, de inkább felújító üzem volt. Szabadon járható jelen pillanatban. Ó, ő lesz a miénk. Na, mert ez a végére, nincs. Természetesen. Látom, helikopter leszálló, van bőve. Külön kijelölt helye van. Ó, ez nagyszerű. Ez a legkülönbözőbb. Ez nagyon jó. Kérdés. Eladó ez a terület egyébként? Egy pillanat, ránézek a tableten. Kiszállok itt, mint körülnézek. Köszönjük csak. Fel lehet tudom menni? Igen. Az szuper, az. Várát azt, hogy... Hát ez egy borsosabb, ez 1,2 millió. 1 millió. De mondjuk ez all-in-ba az egész terület. Kihasználatlanság miatt eladó. Aha. Épülő. Ugye most az estére nem esik le onnét fentről. Itt de föl a dalra. Eljön. Tesó, leesel! Meghalsz, megöllek! Akkor már kicsit nehezebb lett. Próbál akkor 1,2 millió. Igen. Aha. Lefogálom. Hogy lecsúszott azon a létrán, annyi? Tesó, figyelj már. Mennyi? Hát... 1,2 millió. De végül is figyelj, az egész... terület a miénk. Figyelj, hát akkor ez egy kicsit későbbi vétel. Igen. De viszont annyit tudunk tenni, hogy nehogy megvegye valaki, mit tudom, egy 100 rongyos lefoglalót, azt úgy lehet megoldható? Igen. 100 rongy az úgy, 1,2 millióból azt 2 hét. Oké. Az tökéletes. Akkor 138 ezeret kell utalnom a belső újítással. Igen. És akkor azt is a héten beszélek a kivitelezővel, aztán akkor megoldjuk. Azért 62 számlószám, igen. Így van. Így, elvileg át. Jó, köszönöm szépen. Mi köszönjük. Meg is érkezett. Jó, akkor visszavihetem önöket esetleg a főpublikba. Igen. Igen, megköszönöm. Azt a betyájtott, milyen hang jó. Ja. Milyen árban mennek itt a nagyon-nagyon drága autók? Tervezünk egy AMG-bánt venni, de... nem tudjuk, hogy mennyibe megy. 100 ezertől már vannak drága... Hát a drága autók azok 200 ezertől számítanak, és olyan fél millió körül van a legdrágább. Á, ez tökéletes. Mondjuk most forrolás van, de oké, meg elintézik. Egy AMG van, az mondjuk a borsosabbik, az 500 feletti. Jaj, körüli. Értem. Legalább egyet majd vennünk, ha nem kettőt egyelőre, de egyet veszünk majd, tesó. Jó, van, oké. Kell ide a városi házunkhoz. Szeretem a tögymörgést. Hát, azt is. Hogy van? Amúgy a rendőrök örültek az épületnek. Ja. Azt a betyárja. Te soha nem fordul, ránk fordul fegyvert a ruhát. Na, hogy vagy ugyan.
Á, itt vannak a... Itt vannak az urak. Kicsit többen, mint benne, de jó, jó lesz. Nagyon szépen köszönjük azt a nagyon szépen köszönjük. Szépen köszönjük. Kívánok az uraknak. További szépen. Jó, bárj, megkérdezni, hogy autót mennyi lenne elhozatni ide. Bele? Hát, hogy tud-e olyan embert? Hát figyelj, kérdezni. Á, ez elszaladt. Ezt a betyel. Ráírok SMS. Aki itt volt veletek, nem tudom, két kocsival, ez hova tűnt? Mi az, hogy valami netegezzél, mastod ki vagy? Megkérdeztem. Netegezzél. Jó van, na. Jó van, arra lehet menni. Jó van, ezek is lehet beszélgetni. Te a szemtelnek itt az emberek, tesó. Jó van, hát ez nagyon... Illene most már, jó napot! Illedelmetlen ez a szerelő. Eléggé. Kell rugodni. Eléggé. Hát, valami olyasmit kéne tenni vele. Na, uraim, menjünk el egy olyan helyre, ahol tudunk normálisan beszélgetni. Azt mondom maguknak, hogy mit szólnának csillagvizsgálóval. Jó, oké. Megfelel. Jöjjenek utána. Jöjjenek utána. Jó, megfelel. Franc ment be az ajtóval, tesó, meg kezd nézni. Erőke venni Amcsibant. Ezt mondom. Hát amúgy... Na. Jönnek? Jönnek. Akkor ért vissza az ingatlanos, hogy autókat... ki tud behozatni. Jött vissza? Na, de nem nézem most még meg, mert figyelek a vezetés egy kicsit. Jó van. Jó, tesó, te nagyon kellett vágod ezt a kocsit. Na, lehet, hogy ilyen is kéne garázsba. Jaj! Az igen, majd. Azért messze volt. Jönnek azért? Jönnek. Hát megmondtam, hogy hová jöjjenek, szóval... Hát fognak jönni, érted. Olcsó pénzt. Fú, az jó drága az a hely. Tudod-e? Ja. Ha jönnek. Szerintem kell nekik egy autót is adni. Na uraim. Itt azért csak kényelmesebb beszélgetni. Hát, meg nyugodtabb egy kicsit. Így van. Úgyhogy. Tesó, felvázoltad már nekik, hogy mi újság? Na, egyenlőre az érdekelt, hogy mibe utaznak. Már gondolom minket ismernek, az azért jó, a városban egy kicsi hírünk hát, van. Na igen, ez erről visszatérve itt amúgy nem ismerik önöket, tehát én egyáltalán nem ismerem önöket. Ha? Nem hallottunk még magukról. Hál' Istennek akkor.
Hál' Istennek, most már fognak. Nem kell minden. Hogy magukat elnézem, azoknak olyan körül tartom. Kell foglalkozni. Hát igen, de hát mozgunk, maradjunk annyiba. A minden, de is foglalkozunk, amivel pénzt lehet keresni. Na, hát ez. Mi is abban foglalkozunk. Beszélhetünk itt bármiről, amivel foglalkozunk. Hát mondjanak valamit, hogy mégis mivel, mi az, ami nagy keresetben lenne önöknek. Tényleg. Vannak fegyvereink, vannak fog, össze, hát minden ilyet. Értem. Akkor térjünk is a lényegre, igazából kérdezik, még... Kérdezik például, hogy van ez a fegyver. Aha. Ez egy dezertig. Az már valami. Városba csak törnünk le. Igen? Mi is mindjárt látjuk, de... Igazándiból a más, mi van velem, Semmi probléma. Kicsit majd fájt a derekom. Persze. Szóval, hát ez érdekelne minket igazából, a Desert Eagle. Okay. Mennyiért tudnák árusítani ezt nekünk? Hát, mi lenne az ára? Ára. 25 000 darab. Összerel 2000 szupresszorral. Aha. Igen, igen. De van egy kapcsolatunk, akiket elvileg meg tudunk is adni, és tőlük tudják vásárolni. Mi magunkkal nem hozzuk, vagy most ebben az esetben van nálam, de mi nem árusítjuk ezt az egészet. Ez érthető. Igen. Egyértelmű, mossuk kezeinket ezáltal. Amit azért tudni illik rólunk, hogy mi a szigeten élünk, és az apánk az ugye Pablo Escobar volt, de sajnos ugye meghalt. Aha, így van. És ő itt a bátyám. Rendben, oké, így van. És én meg a öccse vagyok ugye, Pablo Gavirio. Aha. Hát akkor így már én az apjukról hallottam. De... Hát a faterról ki. Hát igen. Az nem ember. Így van. Hát én megmondom az őszintét, én követtem a munkálatait, nekem nagyon bejött, amiket csinált. Hát ezt fog hallani. Szabad kérdezni, hogy a telefont miért fogja jelni? Ki? Ő nem, nekem nincs telefon a kezemben. Nincs kezében telefon. Most vettem elő. Köszönöm. Ha most már nekem sincs semmi. Aha, akkor ott valami volt, ja. Jó, akkor igen. Akkor a kapcsolattal viszont hogy tudnám felvenni? Önök által hogy tudnám felvenni azt a kapcsolatot, hogy vásároljuk? Intézünk önöknek egy dark chatet. Aha, amit mindjárt a telefonon. Vagy intézzünk egy találkát. Az a jelenleg legjobb opció, igen, hogyha lenne egy kapcsolat, vagy egy megbeszélés. Azon kívül adok egy dárcsak nevet, egy sajátot, ahol el tudnak önök érni minket. Nem szeretjük hívásba intézni, így tudnak minket elérni. És egy következő nap, nem tudjuk melyik nap, hogy holnapi nap, vagy az utáni nap, de megpróbáljuk a holnapi napra intézni. Akkor jó, lenne egy találka, mindjárt adom a nevet. Jó. Csak nyugodtan. Nagy P-vel a Pablo egy a szoba neve. Pablo egy, ugye? Igen. Pablo egy. Ugyanis számmal egy. Hát az egyest azt nem izérte be. Vette be, csak simán Pablo. Rendben, néve meg Elvileg van benne egy, igen, ott hogy két üv.
Ah, aha, akkor jó, szobában is vagy. Ja, oké, remek. Oké, okay, akkor itt fogjuk egymást elérni, ez a legjobb aha. A megoldására, szerintem. Jó, oké. Okay. Viszont érdeklődnék Kevlar ügybe. Önök forgalmaznak-e ilyet, vagy árusítanak, vagy tudnak-e berendelni, vagy ilyesmi? Tehát Kevlar mellényekről lenne szó. Ó, Kevlar. Golyóálló, akkor golyóálló. Így van, golyóálló mellény. Tudunk szerezni azt is, azt is. Tudunk, persze. Na, az annak. Mondjuk az hamarabb az jobban jönne, mert az előző beszállítunk valami oknál fogva. Hát azokat létezni. Leleplezték igazából. Valószínűleg tartjuk. Igen. Úgyhogy nem, nincs kapcsolatunk Kevlar. Mai nap utána járunk, hogy mennyi adagot tudunk beszállítani egyelőre a szigetünkre, és most tudunk értekezni erről a dologról. De aha. Ezt, hogyha holnapi nap itt tudnak lenni a városba, akkor holnap, szerintem hát nem ilyen, lehet, hogy ilyen tájba, de inkább egy kicsit előbb tudjuk ezt intézni. A mai napunk egy kicsit rá volt csúszva, és volt előtte egy kis dolgunk, amit el kellett intézni. De akár lehet akkor erről szó, hogy akkor az arra holnapi napra azt el tudjuk intézni, hogy mennyi számot tudunk behozni, mennyi adagot aztán, ja. Jó, jó, rendben. Nem tudunk beszélni. Rendben. Az, ami fontosabb a számunkra, mert hát az embereket el kell látni igazából. Mm-hmm. Mennyien vannak? Mennyien vannak? Hát, jó magunkon kívül még vagyunk. Öten. Ó, nem tudom, a holnapi nap az a csapat összetudná. Hú, az kérdéses még. Még kérdéses. Ha meg tudná, vagy tudnának ezt intézni, akkor egy meg. Applikáción szívesen felvenném velük önökkel a kapcsolatot, mert terveztünk egy nagyobb melót, amit intézni kéne. Csak ugye mi ebbe az helyzetbe nem szállhatunk ezekbe a dolgokba bele, hisz, hát, hogy is mondjam, elég jó vagyunk a rendőrökkel. Háttérbe akarunk maradni. Értem. Lények. Értem. Mi csak a szállakat akarjuk mozgatni. Igen, igen. Ott vagyunk magunkat. Aha, hát megpróbálom összerántani a csapatot akkor. Nem kell a holnapi napra, csak hogy mikor lenne a legtöbb ember itt a városban, azt meg tudok volni. Jó, jó, hát még beszélem velük akkor. És akkor majd értekezlünk. Rendben. Még jó, valami esetleg van? Hát szerintem nincs esetleg. Nem tudom. Nincs más, igazából a Kevlar. Ami a fontos, a Kevlar meg a fegyver. Igen. Jó, azt holnapra próbálom megbeszélni. Nekünk is azt még be kell szállítottunk. Aha. Úgyhogy holnap előtt tudunk. Mennyit tudom? Nem tudom mennyi. Jelenleg. Hát... Ja, mit mondod, 25 ezer, ugye? Körülbelül szerintem... Kevlarról nem... Ja, Kevlart kérdezi? Vagy melyik? Igen, a Kevlart. Hát, ja, Kevlart? Hát... attól függ, tehát az ár... Ártól függ, de hát... Az árat mi sem tudjuk, hogy... Hát jelenleg még nem tudjuk az áratok ebben. Mert az a baj, hogy elég nagy utat kell megtenni a beszállítónknak, és ezért az az út, az hosszadalmas, a üzemanyag és egyéb dolgok is. Pénzbe kell. Hát igen, tehát azért. Persze, mert ha meg tudunk egyezni, akkor mi egy 20-30 darabot kapásból elvinni. Hát szerintem akkor még többet is ütlene. Vagy többet, jó, figyeljenek. Holnap formációkat. Mennyit tudunk behozni, aha, és mennyi lesz az ára bilabár? Jó, rendben van. Rendben van. A további akat, vagy a további dologról, amiről beszéltünk, azt majd a... Meg érdeklődnénk, hogy tudnának-e? Tudnak-e még a családokat, akik itt a városban tevékenykednek? Ismernek-e? Nem. Ó. Tehát jelenleg nem ismerünk még annyira azért sok mindent itt. Tehát azért úgymond mi még azért friss család vagyunk itt. Értem. Azért egy jó dolog lenne összes családot egy helyen látni és összeülni a
nagy arcokkal beszélgetni, aztán a kisebb melósok azok meg játszanak a vízből vagy valami. Így van, így van. Akikre az nem tartozik. Jó. Hát igazából mi nem ismerünk jelenleg még senki olyat. Ugye csak üzleti kapcsolataink vannak. Ha. Hát azok ugye névtelen módon zajlanak. Értem, értem. Hát ha vannak üzleti kapcsolatok, akkor ha tudnak ember szerezni azokból, hogy egy találkát velük még így is névtelen, akkor benne lennénk a dologba, hogy egy teljes találkát. Aha. Hát jó, hát majd ha tudunk találkozni velük, akkor izé, mert ugye jelenleg mi mossuk a szennyesüket. Ja, értem, értem. Úgyhogy, ja. Jól van, uraim. Jó, uraim. Akkor holnap majd. Akkor holnap, így van. Jó, jó, rendben. Nem, viszlátodok. Viszlát. Induljál már? Hát a sor. Tartom itt. Jönnek itt a... Kell még több család, tesó. Ja, jönnek el. Ki... Figyelj, lenne egy csomó családot, összeszednénk. Mehetnének izé, rab, kibasz, kirakják a izét, kipakolják a nagy bankot. Abból mennyi? Elosztuk annyi felé, amennyi. Mondjuk itt a két banda, aki van most. Itt összeszereztünk a maffia, ez a kettő, ez, a két, ez egy csapat, meg a valakivel szoktunk üzletelni, ők ketten intéznünk, aztán úgy is lenne. Na jó, jó. Gyere, menjünk be, gyors, ne lássák, hogy itt lakunk. Vagy a tesó. A kettővel már ki lehetne pakoltatni. Hát, hogy ott vannak tök. Ja, azért mondom. Úgy látom, többen vannak itt a városban. Lehet, hogy még szét kéne nézni? Főpublik fele? Menjünk, hát, szerintem már. Hát, tegyünk egy kört még. Hát, ha találunk még valakit, üzleteljünk velük. Ja, itt a szerelő van még mindig. Az minket nem érdekel. Jó, az egy gyöki. Lehet ki kéne HTVT-be írni, hogy... az évvel olyan embereket keresünk, akik... érdekli egy kis munka? Vagy valami? Hát figyelj, próbáljuk. Ja, próbáljuk hátra. És a...
ezért benzinkútnál találkozunk, ennél a benzinkútnál, ez a 9-es benzinkút. Írod? Írom, írom. Tizenkilences. De menjünk a kilenceshez. Remélem itt van a városban. Ó, nem. 19-es írja. Jó, jó, várjál. Javítsd már, 9-es kint van palettóbejébe. Előzzük rá a motorját, aztán szállj ki. Holnap is városba kell lennünk hallottad. Meg kell kérdezni a motorosokat, hogy itt lesznek a városba. Jó van. Meg is próbálom őket felhívni hátra, ha valaki felveszi közülük. Jó? Jó van, tesó csak. Hoppá, a mentőket hittem. Ó, jön valaki. Ja, ezt szereli. Ennek nem adunk munkát. Hát... Örüljön, hogy nem lőttem fejből. Kifejezzél már nekem, hogy négy darab is. Nem veszik fel, írok nekik a csetem. De jön, kivégzem. Jelenleg akkor vagyunk, akkor menjünk vissza a publikba, aztán... Ó, oh, hívnak. Hopp mit?
Ezeket utánuk kéne menni, nem? Hát föl, menjünk. Ezeket rögömbe láttam. Már egyenesen mentek, ugye? Láttam, ott van. Erre jött. Vigyél elő fegyvert, nem akarok fenyegető lenni, de azért biztos, hogy kell mennek. Megállunk itt a garázsnál, hát, hogy ideállnak mellünk. Gyere, gyere, gyere ide! Felekezekkel... Rak fel a kezed, légy szíves. Rak fel a kezed. Felekezekkel? Fordulj meg. Oraj. Azért csak nyugodtan, jó? Nyugodtan, kinek tegye el azt a fegyvert most. Ezek a bilincs nagyon gyors, azt a a bilincset a két kezére, elkezdem átjutatni fenncsolni az urat. Megnézem itt a szövétleg először. Jó, hogy szépen elkezdem átkutatni, látom az övéről az úrnak a pisztolyát. Szépen leakasztom az övéről, beakasztom, berakom a táskára, illetve az egyik nézem a másik oldalát, az övének is, nem tudom miért. Nézem, hogy van-e valaki, az úrnak, vagy a fegyvertem, látom, hogy még van egy másik vissza is. Azt is szépen leakasztom az úrban. Azt azért nevedd el, uram, ez szépen ad visszafele. Igen? Azt igen, almas se kellett volna elvenni. Azt amennyiben, igen, és szerintem a bilincset is hamarosan vegyék le, mert két percen belül itt van a rendőrség, amint a bilincset rám kattintották, elindult az értesítés számukra, szóval a bilincset és a két fegyvert is szépen kérem vissza. És ha nem? Mehetünk, rakjátok a pakban, fünk a rendőrség tökünk. Csátes. Besegítem az urat az autóba. Köszönöm, de rossz helyre ment be, de jó. Várjál már. Ez nem sima. Hát ez szóval komoly. Ilyes, szomjas valami. Akkor besegítem ebbe az autóba az urat. Ó, szétes jó. Hát nem tud visszaszállni. Hát ez szerencsés. Volt. Nem akartam visszaállni. Ha uraim, vigyek szerintem arrébb egy kicsit a lámbónkat. Szerintem is. A legjobb ez... megoldás az lenne. Nyomjon egy kis gázt. Akkor mi legyen? A pisztetnek. Mehet a túlzán, mehet. Tesó, ezek nem tudják, kik vagyunk, úgy látszik. Hát csak az a baj, hogy így nem tudom, hogy velük. Nem tudom, hogy mi van velük, az a baj. Pakjátok be, megoldjuk. Na, pakjátok. Pakjátok be, megoldjuk. Jó, akkor szépen. Visszálltam, hogy most az úr. Próbát teszünk. Mások, hogy sikerül-e. Szépen, az úrat az autóban. Már lenne fogva. Kinyitom az ajtót és besegítem az autót. Rendben. Rakjátok a segítsétekbe. Lehet a másik autóba kéne. Szálltok, akkor próbáltok. Valaki más próbálja meg, én nem tudom. Nem, szerintem az a probléma, hogy hátul van egy úriember. Ja, szerintem is. Kéne, van-e valaki hát kilőtték a lámbót, azt lehet nem kellett volna. Majd adunk pénzt. Hát nem azért, azt tudták nem volna használni. Meg rárakok egy vezetőszál. Na figyeljen uram, most ezek is jók lesz. Megpróbálok nyitani ennek az ajtót, szépen besegítem. Van valaki? Nem tudom, besegítem. Van bent egy ember. Akkor nagyon egyszerű, akkor kinyitok. Na jó van, akkor az egyik ülés, ne. Hogy szálljon be. Vedd le, igen, beszáll, és akkor úgy megkötözött. Ja, levezzem a bilincset. Úgymond nem, de na. Akkor rajtam fogva a fegyve. Á, igen, beszállok át. Hát... Szállj be.
akkor aki üljön be, egy úr. Mellett, az úriember? Másik úrban. Akkor én szépen átrúnyok, mert megkötöm a kezét, mert becsatom a szövét. A másikon akkor becsatom a szövét. Rendben. Hol lehetne jó menekül csinálni? Abban gondolok, hogy most. De már csinálom kiírást, ez hátra lesz. Várjál, mert gyorsan keresek meg. Terep az nem jön nekünk, tudod? Nem, várj, mindjárt megszorom Pil. Gyártok, miért tudtam, az szerintem nem rossz, mondjuk a... Benyával, hogy álltok, kajapia? Figyeljetek oda. Ja. Urak, szomjas a kiesek. Nyugodtan. Valaki éjjel szomjas innen? Turszakra gondolok. Hallgat. Tessék? Nem vagyunk szomjasak. Rendben. Előre vittem, gyere. Valós lesz. Mólóra megyünk. Lassíts, nagyon annyi a seggömbbe. Ó, elhoztatok ide a helyünkre. De aranyosak vagytok. Ugye? Hát mondom, elhoztok ide a helyünkre. Hát szeretitek, na. Van kilátás. Hát persze, mert ez az egész dolg a miénk. Egész a miénk. Ez mit szóltok, srácok? Jó lesz, csináljuk itt? Hát azért a minigolf az én úgy tudom, hogy mindegy jó van. Gyertek, ne itt legyen. Menjenek össze, szerintem itt a lenti részhez. Nem akarjuk megijeszteni a vásárlósunkat. Hány mindjárt nézem, mit jelölt? Itt van egy parkolóház. Jó menekülésre. Két rész, két kiállt. Amúgy tényleg az annos. Na, akkor gulunk át inkább ott. Ki a falka? Aztán jövünk egy kicsit az izén. Biliárdtermünkbe egy kicsit biliárdozni, mit szólsz? Hát majd máskor. Majd máskor akarok. Hát nem önökkel. Jók. Arra gondolsz, nem? Na igen, továbbira jött sem. Oké. Föntre, lentre? Föntre. Fejtelem, nem lehet látni. Akkor intézzétek. Minek? Emberekre figyelj, ne ajándékod, hogy már attól függ milyen. Á, nagyon szeretlek tégedet. Nincs a mondanom, nem baj. Intézzétek szépen, jó? Figyelj, testvérem. Köszönjük.
szállunk most szépen. Na jó, de ezek az egyik úrhoz már megpróbálom, hogy kisegítem az autóból. Akkor rendben itt a másik úr, meg... Uram, itt vagy? Mhm. Az jó. Biztonság jeleként azért még rátudik egy ilyen lincset. Akkor 3 plusz, jó. Szépen kisegítettek, hogy jó lesz az. Foglak egy olyan helyet annak. Azt akkor az uraknak van előszerük. Valóan. Nem tud mozogni. Nem tudsz mozogni? Ja. Ne meg vagy pirincsel mondjuk. De ott nem tudom, ki van. Én. Mizu tesó, nagyon csöndben vagy. 2-0 Magyarországnak, hello. Mérges vagyok. Ennyi, geci. Én is mérges vagyok, de ez szomorosan változni fog. Ha, hatalmas volt. Nagyon szép. Kik azok a magyarok? Mi? Kik azok a magyarok? Európa, is... Európa, kizéváros. Ó, Európa. Ezt az angolok a szétpicsenze. Értem. Akkor nagyon komolyan futballoznak. Hatalmas gól volt. Amúgy nord is van, léci. Nem orzza. Normál vagyok. Normálisan beszélek. Uram, és önt hol kapták el? Igen. Nem, a fegyver volt, nem. Ó, fegyver volt. Ja, hát vettem le izét a hangot, azt visszajöttem ide az izé szemembe, azt jó. Ó. Körbevették. De csak úgyis valami cigliben voltam. Hát pedig fegyver volt, én úgy tudom, hogy olyan nem helyen. Nem oda akartam menni. Az oldalába voltam, belefaragoltam az oldalába. Á. Tudod, megálltam. Hát akkor is az olyan helynek számít, na mindegy. De lehet venni fegyvert? Nem, amúgy. Egy késre bennem. Ja, olyanokat lehet, ja. És az uraknak milyen a napja? Eddig jó volt, eddig tökéletes. Költöttük a pénzt, meg ilyenek, tudja, hogy van ez. Üzlet egyfolytában. Business. Hát persze, business. És miért csak eddig? Hát, eddig? Már épp rajtunk van egy bilincs, és... Ennyi, és... Ja. Magukkal próbáltunk üzletelni, de látszik, ők magunkkal? Nem a... Önökkel, igen. Magukkal. Hát, velünk biztos nem. Hát azért tartunk félre, nem azért, mert azt akartuk, hogy megfogjanak minket. És mit szerettek volna üzletelni? Hát ez az üzlet így lezárult, ez a dolog, amit mi el szerettünk volna önöknek mondani. Ez most ilyen, ez az üzlet el csúszott, pedig senki nem járt volna rosszul be. Ez most ilyen. Ugye, testvérem? Ez a vonat már elment. Ez a vonat elment. Hát... Gyors vonat, sebes vonat, valahol meg el. Örüljenek, ha megérik a holnap reggelt. Tetszik apánk fegyvere? Nem, kedves Pablo Escobarnak a fegyvere? Igen. Tudja, hogy illegális itt tartani magánál, amíg fegyverengedély nincs. Nem az, hogy a rendőrök szólnak érte, hanem a... Itt a fejünk fölött lévő emberek szólhatnak. Igen. Igen. Pablo Escobar fegyverét nem használja senki, csak a két fiam. Innen már tudják is, hogy kik vagyunk. Erre gondolnak? Igen. Hát akkor mondom vagyok, hogy ezt visszaszolgáltatjuk. Elég a csomagtartóba rakják. Nem kell visszaszolgáltatni. Illetve akkor térjünk, uraim, a tájra. Mit szeretnének? Ha már rajta van a bilincs a kezemen, mondjuk levehetnének egyébként, ha már szorítja a kezet, már rég volt bilincs a kezemen. Jaj. Szorít ez a szar. És tudunk beszélni arról, hogy a rendőrökön kívül mit szeretnének a igazándúló. Pénzre van szükségük? Hát, ja, arra is. Ja, már hogy most... De most mit szeretnének, azt mondja? Most így egy rendőrség felé menne egy busz.
tárgyalás, vagy valami hasonló? Így van. Értem. Remélem kijön a izé. Figyelj, tesó! Toljuk. Nézzük a rendőrünk, hogy dolgoznak. Ja, nézzük. Miért jönnek ide a rendőrök? Hallod, tesó? Mondjad meg. Izé, remélem a szakállas kijön most. Kíváncsi vagyok rá. Én is. Á, vagy az olikám, ha kijön. Figyeljetek már ezt a bilincset, vegyétek már a kezemre, mert ennék egy hamburgert, mert mindjárt összes. Ja, mondjuk ez nekem is jól lesz most már. Na, mindjárt lekerülünk. Pár perc. Jó van. Na, ez nem a legnagyobb létszámmal jöttek ki. Hát nem éppen. Bazd meg, testvér. Csak az úrnál van erőszer véletlen. Hát, nem tudok belenyúlni a zsebembe, úgyhogy ha gondolja belenyúlhat, csak a igen. Zsebembe nyúljon bele, már a kukkerő. Az már áll. Akkor ide jövök szépen az úrhoz. Elkezdem megnézni itt a zsebeit. Látom, itt van egy kis szép kis zsebe. Ilyen kis zseb. Tudja, ezek ahol a pénzt szokták csúsztatni. Jó, akkor szépek, mint benne nézek. Nézett el a kis dobozkákat, szépen ki is veszem. Megnézem, mi ez. Ó, szóval lőszer. Kis töltények. Nem tudom, vajon jó, mit szól, vajon jó ebbe a fegyverbe, amit elvettem? Na, elvileg jó lesz, jó lesz. Jó lesz? Nézzük meg, lássuk. Ó, és jó is. Köszöntöm szépen, uram. Na, nagyon szívesen. A legjobbokat áruljuk, tudják, hogy van ez. Hát... az alap. És mi az a napszöndeg? Olyanok, mint a pókok. Hát, hogy jobban lássunk. Éjszaka jobban látnak vele? Hát igen, csak néha elvakít. De, ja, amúgy, igen. Tesó, kell ilyen napszemcső. Megéri. Meg még talán a fejbelőnek se fáj annyira, aztán az már nem biztos. Attól függ, hogyha egy sniperrel, akkor már... Na, most szerzünk. Bajok vannak. Jó, van, tesó, majd szerzünk. Még lehet kéne venni még egy szigetet. Játszós. Szóval maguké ez a nagy sziget van. Hát, mert tudnám, még mi van itt a városban, mi a milyen kukó. Na, sorulja. Hát, olyan hosszú nincs, de mondjuk ott az a fekete autó, ami felmentett a parkolóba, az gyanúsabb volt nekem is. Még se figyeltek, hogy az önökkel van. Jó, van akkor. Ez az úr itt marad, mert ez az úr tetszik nekem. Megpróbálok ötésre, kezdem kísérni. Akkor is érdekel, hogy ez az autó olyanak kell volt ez. Hozzátok a harmadikat is. Itt sem se lett épe. Ne védd meg olyan előre, nyugi. Nagyon jó. Csinálk úgy, hogy a rendőrön szépen napot, beáll. Jó napot, itt hagyjuk a buszokat szépen, és amint elindulunk és kifordultunk innen, rátértünk arra az útra, ami ott van, onnantól jött utánunk a rendőr úr, kivétel, hogyha esetleg a túszoknak az élete fontosabb. Hát... maga dönt. Igen, neked. Na, akkor... szépen levallom. Szépen ad az autók meg, akkor vigyük vissza a túszokat, és akkor el lehet oldozni. Vajon megpapul három, vagy a tőszám. Kuc. Félre nyeltem a nyálamat, bassza meg. Amúgy önökkel volt az a fekete autó, ami felment a bal oldalt. Szépen leakasztom. Konyornál? Mert... persze, velünk volt. Jó, rendben.
valószínűleg le is veszem a pilincset. Nagyon szépen köszönöm. Tudom, csak benne van egy pisztoly. És nem akarom kérni. Tésu? Hol vagy, tésu? Vissza. Te a zsebbe, tudod. Azért. Várjál, tesó, ne itt lövöldözz! Ah, jó, menjünk. Itt a izét. Menjünk, uram. Hova vihetem? Menjünk, menjünk. Jaj. Jöjjön. Nem tudom, a testem így. Jó, nem érdekel. Jöjj be, mindenki üljön már be. Nincs olyan, hogy minket elkapnak, értsük meg. Nem ja. Normális. És azt sem nézik a ruházatokat, tehát hogy... Nyugodjanak meg, vagy nyugodjon meg. Elvettek mindent tőlünk, csak az apánk fegyvere van nálunk, kettőnél. A fehér úri embernél nincs semmi. Aki a főkúfogy. Merre mentek? Rendben, nem akarok én bajt. Lefele valamerre mentek. Nem itt tudom, vagyunk, nyugodjál meg. Vigyázzunk önre. Így van. Tudod, hogy mi a rendőrökkel vagyunk. Hát miután önök adtak egy új rendőrséget. Uraim! Na, és milyen? Főpublikba vigyük ön? Hova? Főpublikba? A fehér úriembert, azt igen. Uram, ön nem hallott semmit ezekről? Ez jó. Ki? Én vagyunk. Ne, hát itt a fehér búcsis úriember. Agyilag nincs itt szerintem. És nak hallottak bármi nevet, vagy? Hát az a nem baj, hogy semmi. Nem. Én nem hallottam. Csak annyit tudok, hogy 3-0 Magyarországnak. Az jó. Hát, csodálkozzak ezen. Hát. Ezek félre nyertem, hogy állom, azt még elsőködöttek itt. Köszönöm szépen. Még igazán nincs. Puszi. Kik ezek? Nézzünk már, nézzünk, úriember, a rendőr úriember, engedjük, menjen nyugodtan dolgára. Ja, tényleg, itt kipattam. Fentünk. Jó munkát, úriember. Jó munkát, és köszönjük szépen. Svét. Áldjon Isten. Jó napot. Áldjon Isten. Önök... Kett, hogy hívhatjuk, kik önök? Csak így feketék. Csak semmi rasszizmus. Tesó. Nem mondjad. Mondd te. Hallom, mit vagyok? Mondjad. Rasszisták az urak. Nem vagyok rasszisták. Nem vagyok, hát akkor szerinted ő milyen nigger, milyen csoki? Amúgy őt lehet hívni csokinak, hátam mögött meg szeszínű. Én is nigger vagyok, rosszul. Én meg csak boxi. Mi? Én meg csak boxi. Gyertek már ide a Facebook elé. Boxorú vagyok, mi? Az igen, vannak is már. Azért, hányan vannak még? Az igen! Éppen 80. Tudom, jó van, látom, nagyon megindult. Nagyon nem. Éppen mi most 80 vagyunk. Többiek éppen ruhát csinál. Tehát én amúgy csinálnám meg te sem ruházat. Fejpóra. Nagyon csinálom. Csak erre voltam. Ja, ő volt velünk, erre voltak minket. Mi látszik, nem tudják az emberek itt, kik vagyunk. Hát, mert kik vagyunk? A Pablo Escobarnak a fiai vagyunk. Az igen. Te voltál a kvepózott izé? Fehérháznál? Ügyi volt. Tényleg, Fehérháznál a tesójával pózott, nem? Ez melyik nem, az apjával pózott. Az apukon meg valamelyik gyerek, nem tudom ki volt. Jó kérdés, én is hallottam róla szerint. De én hallottam... Igen, én hallottam ám ebből már közül. De tényleg maga itt a testvére, nem? Igen, én vagyok a... Ő a bátyám, én meg ugye az öccse vagyok. Én azt hittem, hogy csak egy... ilyen védenc. Nem. Nekünk védenc, hát... Most is csak azért tudok elkapni, mert megálltunk.
mert üzletet akartunk kinyitni, de hát ők nem az üzletre mentek, nekik más kellett. Én azt hittem maguk Lükvezbe hagyták le a rendőröket. A rendőrök azok barátok nekünk. Értem. Jobban mondva, zsebünkben vannak. Jó. Már nem, ezért már nem vagyom úgymond szegények, de azért én kérdeznék én valamit. Hát biztos, magától. Hogy itt ez pont itt a főpublik. Szerintem menjünk arrébb. Menjünk arrébb. Menjünk valami. Előre hozom egy járművemet. Hozzá ti a semmi. Hallod? Két ember vigyek. Viszont én nem olyan szégyek már. Menjetek a mólóra, jó? Ha van a golfklub meg ilyenek, ott a végén találkozunk. Jó van, jó van. Oké. Eldobszálltatok. Állj már! Menj a mólóra. Jó, menjünk itt. Én oda mennek. Mondtam nekik, menjenek a mólóra, jaj. Akkor jelölt ki. Mit csinálsz? Ezek nagyon nem tudják, hogy mit voltunk. Hát nagyon nem. Ők? Kellenség. Mi a? Mit csinál ő? Halljál meg! Mi van, te vak jó, vagy? Vagy mi van? Vakok vagytok? Nem láttak, hogy mi történt? Nem, vibrált a szemem. Ó, vibrált. Érdem. Jó vannak azért? Hagyjad megjavítom. Jó, de tesó fegyvert nem kell az. Rendben, szerelők. Na jó van akkor. Pedig már fejbe akartam durrantani mind a kettőt. Nem, ezek szerelők, ezek nagyon kedvesek. Úgy látom. Én kedvesek mindenki. Elnézést kérem. Megtalált az ingatlanost? Meg. Vettem is egy házatom. Elég jó ért. Az egy igen. Figyeljen már ide maga izé, valami frici ebbe a kabátba. Nem. Szeretne minket futtatni? Na jó van, izé, szálljába oda hátra abba a kocsiba. Beszédem van veled. Velünk jössz. Jó. Jöjjön. Én gyere, üljél be! Lezárom. Te maradjál itt, vagy nem tudom. Inkább szívesebben jönnék, te egyedül félek. Őszintén. Jó van, jöjjön belőle. Jó van, akkor gyere. Köszönöm. Az át leautóz kész. Jó. Én nem szeretek egyedül menni. Most hogy beszéljük meg, mert nekünk aztán dolgunkat tudod, hogy ők jöjjenek, jöjjenek oda? Hát figyelj, megvárnak, utána beszélünk velük. Jó, akkor megvártok minket itt, ahova megyünk, félre egy bátok, megbeszéljük a dolgot. Húú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 ú
szerintem már 5 perc ott vannak. Ne soha ez a... Nagyon stresszes vagyok most, mert tudom, hogy naptam amúgy. Stresszes vagy? Hát nem ugye a... Belőbbi már nézd. Hát így van. Nézd meg, nézd meg. Van baj. Jó, az ki. Jó, van valami. Menjenek addig be ide biliárdodni egy kicsit. Mindjárt jövünk ide. Bezártam magam, jaj. Nem sikerül jövünk. Másodperc. Vagy 10 perc. Hát oda menj. Vigyel az erőtől! Menjenek arra. Jaj, lassíts be itten. Leszállunk itt a vízbe, hallod? Na, uraim. Jó napot, urak. Jó napot, jó napot. Megszaporodtunk. Ja, nem? Ki a góri maguk közt? Én vagyok az. Ki? Álljon előrébb.
Oké, el. Tesó, vázolod a helyzetet? Most te beszélj. Hát én beszéltem az előbb is. Én hazudom, hát én beszéltem az előbb. Dehogy beszéltél, én vázoltam fel az előbb is, hogy mit csinálok. Na jó, van. Kriszik vagyunk. Nem amúgy, az a lényeg. Kicsit büszkétett itt a hónaljam, bocsánat. Látom. Szóval az a lényeg, hogy ezt már tudják, hogy kik vagyunk. Van egy húgunk, akik még amúgy egy leve nem tudjuk, hogy hol tartózkodik, de hamarosan meg tudjuk remélni. Még egyszer húga van? Várjunk. Várjunk. Várjunk, hogy pofázol bele, amikor itt beszélgetünk. Na és értem, mit akar? Fotózni minket? Szóval az a lényeg, hogy a apánkról eleve tudják, hogy akkor mi is olyan dologba úszkálunk, amire önök gondolnak. Szóval nem vízbe. Hát gondoltam. Nem egy kicsit komolyabb dolgokba, ami mondhatni, hogy fegyver és drog. Az igen. Arra gondoltunk, hogy mi azért a fegyvert átvennénk. Maguk mozoghatnának inkább a drogba, maguk a fegyverbe. Magát a fegyverkészítését nem mi beigazzük igazándiból. Mi beszállítjuk a szigetünkre, beszállítatjuk, és ezt Kolumbiába csinálják nekünk, ott pakolják össze, nekünk készen ki eljön a szigetre, betöltve onnan meg egy adott csapat elviszi, elhozza a városba eladogatja. Nekünk olyan személyekre van szükségünk, akik kapcsolatot tudnak teremteni, és tudnak együtt dolgozni velünk, és másik két csapattal is tud együtt dolgozni. Amit ugye arra gondolok, hogy van-e kollégájuk, akit elvittek, az velünk együtt vittek el. Amint kéregetni jöttek. Az ilyen. És hát... Hát az se fog már torkozni. Az már nem. És az a lényeg, hogy egyértelmű, hogy ezt a csapatot meg kell, találnunk. Eleve azért, mert minket is elkaptak, meg az ön a csapat tagját is elkapták. És azért egy ilyen kezdetnél nem szívvel tartunk a emberekkel, hogy barátkozzunk velük, pedig az volt a terv. Így, hogy az önök csapattagját is elvették, vagy elrabolták. Na, mit csinálsz? De ők azt meg anyának oldjuk be, nem figyelünk. Kurva anya, gyere ide! Hát, uraim, elnézést, uraim, de... Nem szeretjük betonokodókat. Mondjuk, ez pont amit ebédlünk, szóval... Csak még nincs kinyitva. Na lényegtelen. Szeretjük az én embereket. Az a lényeg, hogy szeretnénk önökkel együtt dolgozni, és reméljük, hogy önök is együtt tudnak dolgozni még két csapattal. Egyelőre nem tudjuk biztosítani, hogy a fegyvert önök tudják csinálni, mert mint mondtam, a Kolumbiában is mit csináljuk, vagy csináltatják, vagy csináltatjuk és ők szállítsák nekünk. És általában ki hozza nekünk, azt általában mindig lelőjük, szóval nem tudja elmondani, hogy mi történt. A sziget az egy olyan hely, ahol nem szívesen várunk embereket. Amennyiben van egy nagyobb üzleti szándékunk itt a városban, itt a minigolf és egyéb épületek is a mi nevünk alatt fut. És itt a városban is sikerül hamarosan vásárolnunk egy telephelyet, ahol már akár lehetséges lenne újabb fegyver készítése, amit ebben a helyzetben, hogyha önök szeretnék, akkor önök készítenék ott. Ez persze egy kicsit még a jövő hangja, addig is a mi fegyverénk árusítana. Hány százalékot kapnak a másik csapat? 30? 30 százalékot 30 százalék. Akkor 30 százalékot kapnak minden egyes a cuccunkból. A önök esetében szupresszor, maga a pisztoly és lőszer lenne, mert önök gondolom droggal nem akarnak foglalkozni, mert hogyha droggal is szeretnének foglalkozni, abban az esetben önök is kapnának mondjuk egy 25 darab
drogot is azt kéne árusítani. De a drogban nem. Drogban nem, akkor önöknek a fegyver és lőszer és szupresszor lenne. Ebben annyit tudunk még pluszba adni, hogy önök minden egyes személy kapna egy adag fegyvert, egy adott terméket a mi készletünkből, hogy azért önöknek nem kell fizetni, az egy ajándék a számunkra, magából a mi fegyverünkből, amit árusítunk, és azon kívül kapnak még plusz fegyvereket, amit tudnak árusítani. Na, ez persze megoldható. Ez megoldható szerintem. Annyi, hogy a holnapi nap lenne egy nagyobb összejövetel a két másik csapattal is, szerintem ezt tökéletesen meg tudjuk így beszélni. A házunknál lenne, itt a városban vásároltunk egy házat, ott lenne egy megbeszélés, a főnökök szerintem. Hát csak a főnökök összeülnek, aztán majd a személyeknek elmondja, meg az Ali, a főnök alatt lévő ember, az jöhet igazából. Igen. Nem tudom, hogy hívják erre. Hát hogyha úgy gondolja a Big Boss úgy mond, akkor igen. Most nem tudom, hogy most kaphatnánk egy adagot így kipróbálni azért, hogy csak miről van szó. Én most egy vizet kérhették, mert mit jelszik? Vizet? Annyi sok kedves száma? 78. 78, lássuk át is nyújtom. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Az adagot most nem tudjuk elintézni, mert nekünk is a este folyamán nagyon későn fog jönni a szállítmányunk, és aztán a holnapi nap tudunk nyújtani egy adagot. Amikor ez a megbeszélés megtörténik, akkor a önök csapatának, meg egy másik csapatnak is a első ilyen bemutató adag, amit az önöké lesz, azt megkapják. Pontosan hányan vannak a csapatban, mert úgy számít, csak hogy mindenkinek egy fegyver és egy plusz tár is kapjon, meg egy szupresszort. Hát igazából mi most így 12-en vagyunk. Ha ötösül fel kell írni, 12 fegyver, 12 darab a lőszer, vagy a tár, és 12 darab szupresszor, render is. Meg 7 darab fegyver, 7 darab szupresszor, meg 7 darab a tár a másik csapatnak. Oké. Ez a szép adag, tesó. Szép. Ez jó. Mondjuk ezért nem kell fizetni, mert ez a cég ajándék. Ez ajándék. Bemutató termék lesz nektek, aztán... Igen, ki is próbáltjátok. Rendőrök? Kipróbálhatjuk? Egyelőre a rendőrök, azok még egy kicsit hanyagoljuk őket. Önöket nem fogják csesztetni, ezt intézzük. Amennyiben már a nagyobb dolgokról van szó, szóval lenne egy nagyobb melónk. Nem tudom, hogy önök mennyire jártasok a rablásba. Hát egészen jártasak vagyunk, vannak hitelváltott a teink a rablásokhoz. Mi ketten ugye nem rabolhatunk a városba, ez azért is van, mert tudják, elég jóba volt apánk a rendőrséggel, és nekünk is ezt a dolgot jóvá kellett tartanunk, szóval jóba vagyunk eléggé rendesen velük. Így terve van, hogy szerzünk embereket, akik különálló családok, de mégis együtt dolgoznának abban a pillanatban, meg reméljük azután is együtt tudnának dolgozni. Egy nagy bankot kéne kipakolni majd a közeljövőben. Ez mi a cuccokat álljuk, szóval ezen se kell gondolkodni, hogy mi kell hozzá ilyenek. Így van, megszerzünk. Maszkál számotokra, a többit intézzük. A rendőröket nem tudjuk erről elhárítani, mert mégiscsak egy rablás, és az számunkra is egy elég nagy dolog. Annyi, hogy mi a külső munkaállatokat intéznénk, a rádiózás, helikopterbe figyelnénk az egész területet, mondanánk, hogy mi történik kint, ebben mi tudunk segíteni, és akkor a többi személy mindenki bent tud lenni a bankba is intézni. Magát a túlszokat is megpróbáljuk intézni addigra, és azzal se kell önöknek foglalkozni, csak szintén abban, hogy kipakolják a bankot, elvegyék a pénzt, és aztán egy adott helyen, szóval a gyár területén remélhetőleg már ott fogunk találkozni, a gyár területén átveszik a dolgokat, elosszuk így három csapat fele. Nekünk abból a pénzből nem igazán szükséges sok, de önöknek úgy megéri a frakciójuk, de három fele elosztódik, és a frakciójuk megkapja ezt az adagot. Hát mi ebben benne vagyunk szerintem. Ott leszünk egy ilyen 70-80-90 szóval. Nem, meg még plusz a két frakció, vagy két család, elnézést, mert megbotott a nyelvem.
aztán tökéletes is lenne ez a kipakolás. Ezt a holnapi nap megbeszéljük, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, hogy tudjuk megfinanszírozni ezt az egészet, meg az egyéb dolgokat is akkor tudjuk megbeszélni. Egy Dark Chat jelszót tudnék adni. Aha. Felérjen esetleg. Ja, írja ezt most. Írja ezek itt. Mindjárt létrehozom egy másodperc. Ez azért kell, mert mi itt szoktunk csak beszélni az ilyen emberekkel. Ez azt szerintem megérthető. A név az kisbetűvel végig fekete. Elvileg van is bent egy üzenet, egy pont is kérkezett, tökéletes. Akkor itt majd elérnek minket, és mi is önöket. A holnapi nap ezt meg is oldjuk szerintem. A holnapi nap lesz egy megbeszélés erről az egészről. Kapnak egy helyszínt, egy helyrajzi helyet, hogy hova kell jönni, és akkor ott megbeszéljük ezt az egészet. Összeülünk egy kicsit beszélgetni, kajálni, ilyenek értik. Egy nagy család. Kezdve megbeszélünk az üzletről akkor, a továbbiakról. És ja, ennyit tudunk itt elmondani egyelőre, a többit így összesen kell megbeszélnünk. Az a legjobb megoldás számunkra. Ha ez így önöknek megfelel. Hát megfelelően tökéletes. Jó, van, akkor egy kérdés, holnap mikor lesznek? Hát mikor jó nektek, srác? Hát mi ilyen 7 óra fele, ugye? Igen, igen, igen. Igen. Főnök? 7 óra fele. Milyen főnök? Nem vagy a főnököm, vagy tesó. Szóval valahogy... Én vagyok az öreg. 7 óra fele, 7-8 fele már itt vagyunk a városba. A mai nap szerintem 7 óra az jó lesz nekünk is. Jó, rendben, akkor úgy próbáljuk intézni a dolgainkat, hogy addig ideérünk. Ki beszélt? Ott a háttérbe szerintem. Ott a háttérbe. Jó van, az jól van az. Jól van az. Jó, szerintem akkor megbeszéltünk mindent, holnap jelentkezünk akkor, hogy... Akkor nyújtom kezemet önnek az üzleti rendben. Oksa. Rendben. Ezt megbeszéltük. De akkor én is. Ez hogyan? Jó. Oké. Azt szerintem átbeszéltük, a holnapi nap még a többi részletet megbeszéltük, és ez egy nagyon hosszú távú projektünk lesz, úgy érzem. Főleg, hogy a közeljövőben akkor... De ki az ezeket nem sikerül? Közeljövőben akkor egy új fegyvert... Jó, itt te csak gyújts ez a kezedet. Jó van. Kis hülyes ki vagy, ilyenek? Ne, akkor majd találkozunk. Jól van, holnap jelentkezünk. Viszlát, sziasztok! Viszlát! Figyelj! És így igazából valak két jó mondanára, amit mit legyen a terv? Valamit intézni a mechanikának szerelőni. Ha? Valami kis áskodást, egy kicsit érted? Ajjaj. Valami kedvezmény, valami menjünk. Vagy épp, hogy kicsit több olyan... Na jó, valami kaszkot, hogy valamit érted. Hogy a mi jelszavunkat használó emberrel, hogy tudják ezt a... Jó. Ezek többen asztalon játszott, mindjárt rájuk öreg. Kitakarítsa ki! Ki? Na uraim, most így játszanak. Beszélgessünk egy kicsit önökkel. Önök szerelők ugye, ezt mindenki tudja. Látszanak. Olajos. És zsíros. Olaj. Felső, ön meg, hát nem tudom mi. Jó, ki az a... Ki a Góri. Ki a Góri. Én lennék.
Na, egy olyan dolog lenne, hogy el kéne beszélnünk egy jelszót, akkor mi mennénk oda szerelni, meg még aki a, akinek még ezt így elárulnánk. Mibe fájna egy ilyen kaszkóféleség? Igen, és hetente fizetnénk egy nagyobb összeget. Így van. Hát annyit, hát, hogy... Mit szeretnétek, tuningolni, vagy csak mindent javítani? Is. Minden. Kicsit lefekszik pihenni, jó? Ja, jó? Jó van, jó. Azt hittem, hogy ezért elkegyült, hogy gyógyszered, mert adok. Na, de, de olyan árat mondja, de... hogy jó legyen. Hát figyelj. Hát még szíves millió alatt lenni. Legyen. Millió? Millió alatt legyen az ég. Hát figyelj. Meg fél millió alatt is. Ja, ez meg 10 000 alatt is. Az az. Nem, hát azért ennyire nem menjünk le. Hát akkor hetente... Hát tuningolni szeret, mennyi autótok van, vagy ilyesmi? Hát ezt még nem tudjuk előre, hát majd mi most fogunk venni kocsikat. Aha, mennyi autóparkkal akartok rendelkezni? Hát nem. Hát nem tudjuk, de az a lényeg, hogy nem csak mi szeretnénk, lenne még a három ilyen a, hát nagyobb emberi társaság. Akik ezzel a szóval. Úgy kell kalkulálni az árakkal. Látom, beszéljünk elsőnek szereltetésről, a szerelés lenne. A szerelés az havonta egy 80-as. Ennyi? 80? Hol van? Ennyi, figyelj, beszéljük inkább így fúra-fúra, jó? A tuninggal. Jó, akkor fúra is. Minden fúra az szerintem egy ilyen... Hát mivel full-full, hát szerintem reális a 800 000. De inkább 1 milliót mondtam volna, de hát mondtátok, hogy 1 millió alatt, akkor ha nektek jó, ilyen 8-8-50. Figyelj, legyen 550. 550 ezer, 550 ezer hetente. Az jó, az vállalható. Hetente? Ilyen sok pénzünk. Hát, mondjuk igaz. Hát ez, figyelj, fél millió, na vicce. Akkor... Legyen 500 hetente, és akkor benne van az ingyen tuning, és akkor a ingyen javítás is. Legyen hetente 150 ezer, ha megvan. Legyen, na... Válaszunk, legyen 250 ezer hetente, úgy, hogy a tuning ne legyen teljesen ingyenes, csak mondjuk egy 1%-ot adjanak rá. A javítás teljesen ingyenes, de a tuning az mondjuk 100%, az ne legyen teljesen ingyenes. Na, figyelj, akkor maradj, akkor hagyjuk ezt a tuningot, csak szereléshez kép. Akkor 80 ezer. Na, csak javítás, ez ide, ez jó. Akkor mondjon egy bankszámla számot, azt a 80-ot már kifizettem el. És akkor ez hetente 80? Ja, ja. Jó. Az még járható. Teljesen ingyenes tuning. Jó, de nekünk ingyen lesz a tuning, ugye, ami megyünk. Igen, így ingyen lesz a tuning. Vagy mi? Na. Számleszámot mondjon elsőnek is utalom. Számleszámot. Mindjárt mondom, hogy meg kell keresnem. Mennyi lenne az úgy, hogy szerelés, de nekünk kettőnknek tuning is benne lenne? De csak nekünk kettőnknek. Hetente? Hetente, igen. Na, hát szerintem... Szerintem a 300 ezer, ez szerintem reális kettőtöknek. A tuning is benne van akkor. Mi van, hogyha nem megyek tuningolni egy hónapig? Azért nem kell ez, majd akkor kifizetjük az összeget, a szerelés ja, kell. Ja, ja, jó, szerelés legyen, aztán kérsz. Hát 80 ezer. Mondja a számlaszámot, azt utalom is, hogy 80 ezer. Kedvenc szám, 96-os. 96 és 80 ezer, és azért, mert kedves volt, így 85 ezer kap az első utalásnak. Így. Ezt látosan tartom. Nagyon akkor szívesen visszük önöket, milyen, és a kód, várjon. Igen, azt akartam pont kérdezni. Tesó, lenyomtad? Nem, meg. Mármint a bemenet. Nem nyomtam. Ja, jó van, jó van. Attól elmondom itt igazándiból. Úgyis fekete kabátosokat, meg ilyen embereket fognak találni, az ilyenekkel. A maga jelszó legyen Pablo 12. Ez legyen a jelszó, ha ezt használják, akkor a szerelés ingyenes legyen. Rendben. És kérünk minden egyes ilyen szereltetésnél egy névlistát minden héten.
ha valaki ilyen néven szereltet, vagy ezzel a kóddal szereltet, akkor kérjék el a nevet, és írják le egy jegyzetembe, vagy valamibe, értik? Értem. Vagy várjanak, használják a Dark Chat-ot, biztos, hogy önök nem szokták használni. Hát mi... Igen, nem. Van egy olyan szoba, hogy szerelő, kicsivel hát végig, és rövid óva, hozzá kell adni. Jobbra nyíl, és akkor csatorna hozzáadása, és akkor szerelő, óbetűvel, rövid óva, szerelő, és odaírok mindjárt egy üzenetet, és akkor látják is. Elvileg hoztam létre. És a belelépő kód kell lenni egy üdvnek. Hát én még nem látom. A kolléga se? Szereló. Így jel bérni. Nekem szerel. A ót nem engedte. Szerel. Nem engedte a rövid ót. Nem. De akkor... mindjárt törlöm, és akkor jó, csinálok törlöm. A másikat. Rendben. Mindegy, ott lesz két üdv, és ott odaírják le a nevet. Azt én írtam, hogy se. Oké, ideírják majd be a nevet, aki valaki ilyen néven szeretett, hogy Pablo 12, azt is leírom, hogy mi a jelszó. Ja, és tényleg ez pontosan leírját. Ja, hát vagy az is, hogyha mutat egy szemét, azt a személyéről, mert meg lecsipogjuk. Ja, az is elég. Az a legegyszerűbb, mert most mondhat bármilyen nevet, érted. Persze, hogy személyét kérjetek tőle, és mindenképp írjátok a nevét nekünk, mert úgy tudjuk ezt kezelni. Rendben, ezt megbeszéltük 80 ezer át, akkor jöjjenek, rakják le a Dark-ot, aztán elviszük a kocsihoz. Presú, nagyon megy nekünk ez. Mindig majd beszélünk. Olyan furcsa ennek a autónak a hátsó lámpája, olyan mondjuk a jó lámpának a háttéről. Hát, hogy... Na, valami régi Mercedes mozgva. Jaj. Hát, ez jó. Majd van, amikor majd lesz az egyébként. A hangja is jó. Viszlát tudok. Viszlát. Legyen szép napot. Igen, beszéltem, holnap ő intézik. Oké. Behozottják a várat, mert most nincs készítettem. Aha. Na. Feladjuk meg aztán. Jó. Megadjuk a... Azoknak a családoknak megadjuk a jelszót, akik... akikkel megbeszéltük, de szerintem az a három családdal tökéletes egyelőre a kapcsolatunk.
Persze, holnap majd ezt mondjuk. Rendesek vagyunk. Jó kis kört fogunk itt összeépíteni. Hát. Figyelj, ez a mai napunk kezdett, a városba egész. Ja, a holnapi nap is úgy érzem, hogy jó lesz. Jajajaj. Itt oda leülünk majd, vagy valahol kide kiülünk. Ja, megdumáljuk ezt az egészet. Itt van az oda. De valószínű, hogy most megyek szünyálni. Ja, én is. Van. Na, szóval figyelj. Jövünk. Holnap találkozunk. Na, csőcső. Na, csecső.